elolvashatók, letölthetők már a felhívások és adatlapok, várják a bizottságok a pályázatokat. Magánszemélyek, civil szervezetek, intézmények támogatási kérelmeit várják minden évben kétszer. A második fél évben összesen több mint 11 millió forint sorsáról fognak majd dönteni a bizottságok. A legnagyobb keret most is a Humán Bizottság rendelkezésére áll, évente 9 millió forinttal gazdálkodhatnak. Ennek most tehát a második fele 4,5 millió forint vár arra, hogy minél több és minél nívósabb, színesebb kezdeményezést, programot támogathassanak vele. A Humán Bizottság mellett természetesen most is megnyílik a Gazdasági Bizottság városvédelmi és idegenforgalmi kerete. Itt ebben a fél évben 4 millió 250 ezer forint áll rendelkezésre. A Jogi és Ügyrendi Bizottság a közbiztonsági keret tekintetében pedig 2 millió 320 ezer forinttal gazdálkodhat. Hogy milyen célokra, eseményekre, rendezvényekre várják a pályázatokat és pontosan milyen feltételekkel, az már részletesen olvasható a Városhivatalos honlapján. A pályázatok beadási határideje pedig július 23. kedd 12 óra. December 31-ig az eddigihez hasonló feltételekkel lesz elérhető a szabad felhasználású diákhitel. Marad a 7,99%-os kamat. A Magyar Közlönyben jelent meg a szabályozás erről. A rendelet július 1-től hatályos. Fontos, hogy az önköltséges képzések díjának fedezésére szolgáló diákhitel 2 konstrukció továbbra is kamatmentes marad. A szabad felhasználású hallgatói hitel kamata 2023 első felében még 4,99% volt. A kormány ezt emelte meg tavaly nyártól 7,99%-ra. Most nem változik ennek mértéke, vagyis marad ugyanennyi. Fennállásának első 5 hónapjában 6000 kérelem érkezett be a bankokhoz a január 1-én elindult CSOK Pluszra 160 milliárd forint összegben. Átlagosan 26 millió forintot igényeltek a házaspárok. Erről egy sajtótájékoztatón beszélt Hornung Ágnes államtitkár. Időarányosan jól áll tehát a kedvezményes hitelprogram az egész évre jelzett korábbi 12 ezer darabos szerződés számról és több mint 300 milliárd forintos igénybevételről szóló várakozások teljesítésében.